A műsor helyszínét a Fészek Művész Klub biztosította. Jó estét kívánok! A Kossuth Díjas, 80 éves Tordai Teri a vendégünk, aki persze nem látszik a 80 év, mondta, tényleg örök ifjú, na. Tehát vibrál, nevet, viccei vannak, tudják, hogy tulajdonképpen viszonylag szegény sorból. Egerből is akkor hú, de nagy sztár lett, mert ő számított az ország legnagyobb bombázójának, és aztán kint nyugati filmekben is mindenféléket csinált, elterjedt, hogy ezek erotikus filmek. Ma már látható néhány, ma már keményebbek ilyen tekintetben a filmek, de lett belőle baja, itt ha egy ideig nem nagyon kapott munkát, aztán azóta újra tündököl. Meg hát ezt majd még részletezzük, hogy hogy mint meg így. Teri, te nekem egyszer azt mondtad, hogy ha valaki, akkor te tudod, hogy mi az, hogy kisebbség. És én néztem rád bávatagon, hogy te, aki hát ilyen megközelíthetetlen nőnek, meg sztárnak számítottál, te tudod, hogy mi az, hogy kisebbség? Hát mitől? Korrigállak téged, édes Gábor. Na, azt hiszem, rosszul kezdődik. Hogy nem... Dehogy. Ja. Hogy nem kisebbséget mondtam, hanem én tudom, hogy mi a másság. A másság, tudod, igazad ez borzasztóan fontos, mert elérkeztünk szerencsére arra a szabad, demokratikus, mindenről beszélő világba, az egész világban, nem csak Magyarországon. Na, és ez összefügg... szerintem te most túlzol egy kicsit. Nem. Arról, amiről mi akarunk beszélni, ami az én személyiségemmel összefügg, az az egész világban így van. Tehát összekapcsolom azzal, ugrok egyet, hogy ahogy nem beszéltek kint, mikor nyugaton voltam, senkitől azt nem hallottad, hogy me too. Csak most olvasom, hogy úristen, milyen kapcsolatok voltak, tehát a nőknek a kiszolgáltatottsága, a színésznők, a manökenek kiszolgáltatása. Nem volt róla szó. Egyszer csak jött egy világ, amikor szerintem a fiatalok diktálják ezt, hogy egyszer csak lehet erről beszélni. Jött egy új generáció, tudod? Aha. És azért mondtam, hogy mi a másság, mert... Én, ahogy hazajöttem az 5 év munkából, bár itt éltem, és csak külföldön forgattam a különböző filmeket, amiben Európa összes menő színésze, színésznője benne volt, egyszer csak idehaza, a szocializmusba, ahol én mindig vállalom, hogy én egy szocialista bébi voltam, és még lényegében vagyok is, mert rengeteg olyan dolog a stílusom vagy a lényem, hát ott szocializálódtam, azt nem lehet megtagadni, hogy Egerből Budapest, aztán már Bécs milyen messze volt. És a másság ezzel a furcsa billoggal értem haza, hogy fú, biztos eladta magát, fú, miért forgat ez külföldön. Egyszer csak nem az a Tordai Teri lettem, aki az esős vasárnap, jó estét, nyár, jó estét, szerelem, pendragó legenda, hanem itt biztos valami zűrzavar van. Hát elterjedt, hogy ezek szexfilmek, na. Igen, erről azért beszélünk, de ez egy butaság, hogy rám ragadt, mert most küldtek nekem például, nem tudom ki, 2 CD kazettát. Az egyik egy gyerekfilm egy majomról, a Gellért Hotelba készült, a másik a Susan sorozat, ami végig nem is korhatáros. És az az érdekes, hogy Kínából autogram kérő leveleket kérnek, mert eladható. Működik a film még most is. De most is? Igen. Kínában most jutottak oda, igen, most jutott, és akkor kérjen, ezért gondoltam magammal, mutatom a Lilinek, hogy nézd már, és betett valami szép kis kínai kendőt. A Lili ugye a lányomról. Tehát azért itt egy nagy félreértés van, mert ezeket a filmeket most is vetítik, korhatár nélkül. Tehát, na látod, ez az, hogy még benned is, képzeld el, milyen érdekes az, hogy egy olyan határzár van, hogy anyukád nem tud kijönni, családszerető vagyok, és ő beszélt németül, a szerelmem itthon maradt, nem volt mobiltelefon, nem tudtam tartani a kapcsolatot, nem jól beszéled a nyelvet, a hungárofilm a koncertiroda köti meg a szerződésedet, tehát teljesen beleesel egy
egy teljesen más világban. És igen, muszáj tehát, most dicsekedjek egy kicsit, mert kiderült, mikor már beszéltem egy kicsit németül a ötödik-tizedik filmnél, elmondták, hogy a szakszervezet, a német és az osztrák szakszervezet megkérdezte és lekontrollálta, hogy ki ez a magyar kislány, aki itt már a tizedik főszerepet játsza nálunk. Nézd, tudták, mivel vizsgáztam, tudták, hogy milyen színházi szerepeket játsz, és lett egy kontroll, hogy ez egy diplomás színésznő. Engem tulajdonképpen az a tudás tartott, mert ugyanis ugrom. Nincs olyan, hogy valakivel jóba vagy. Nincs rokonság. Nincs szerelem, ismeretség, papa, mama, valami. Kit szeret a közönség? Hát kint lehet, hogy és így van, nálunk csak... nem mindig van így. Hát nem, de egyre jobban úgy, mert itt vannak a fiatalok, tehetségesek, jók, minden. Az lehet, hogy más szerepekbe kellene őket néha bemutatni, mert ezek, ahogy én a Keleti Marci bácsitól indultam, ezek vígjátékok, esős vasárnap film. Édes, szórakoztató, aranyos fiataloknak való film volt. Tehát ebben nem könnyű, nem nehéz sztárnak lenni. Érted? Tehát szép voltál. Abba egyébként beleállt, abban benne volt a Béres Ilona is, nem? Megbe. Az esős vasár. Hát az esős vasár az egy nagy indulás. Az az osztályunk indulása. Béres Ilona, Halász Jutka, Polonyi Gyöngyi, Szegedi Erika, azt hiszem a Fábrival forgatott. Szóval egyszer csak egy osztály berobbant, de mondom neked, nem véletlenül, hogy milyen szereppel indulsz. A film maga olyan volt, hogy lehetett minket szeretni. Abból leszel sztár. Angliában például egy egész óriási plakát volt, el is küldték nekem arról, a Tulm de Sünde, akinek egy Victor Hugo regényből volt, az Uschi Glass volt a fiatal, én voltam a középkorú, és a partnerem volt a leghíresebb francia Cyrano. Tehát ha én ezeket elmondom, aha, akkor ha ők különben, aki kint élt, az olyan mértékben helyettem megsértődött a szocialista izére, de miért? Mert a sajtó nem tudott kijönni. A Konstantin Bált Münchenbe én nyitottam meg, mint gesztár, a Kurt Jürgens mellett. És a Lili Palmerrel és ezekkel is, a Jean-Claude Brialival ültem az ünnepi asztalnál. Te se tudtál róla. És én erről azért nem beszélek, mert 30 éves lettem, és azt mondtam, hogy igen, valahogy a szakmából más érdekel. A színház érdekel, plusz abban az időben úgy éreztem, hogy az egész magyar színészgárda jobb, mint tisztelet a kivételnek, ugye a Fellini, meg ezeknek a filmeknek, mint egyszerűen a magyar színészeket én jobbnak láttam, megmondom egész őszintén, és úgy irigykedtem, néztem a kollégáimat a színházban, mondom, én közétek akarok tartozni, lett egy lakásom, lett egy kocsim, és azt mondom, köszönöm szépen, nem is értették meg? Akkor már játszottam színházba. Teri, hogy? Azért, mert nekem ez elég volt. És két zseniális döntésem volt az életben, Gábor. Az, hogy 30 évesen abba hagytam, és az a kis Tordai Teri, aki elindult az esős vásárnapban, most beszélhet veled 80 évesen, köszönöm, de díjazottan, és ez egy borzasztó boldogság. Most kaptál aranymedáldíjat. Aranymedált. Sőt, azt hiszem, ez életmű. És a közönség szavazott, és az szép, a közönség szavazott. És ugye megkaptam a Kossuth díjat, tehát minden, amit utána csináltam, az az út, amit én éreztem. Mert nagyon sokan próbálkoznak, de nem csak színészek. És nem érzik, hogy ez nem az én utam, nem érzem ott jól magam. Nem a pénz minden. Tudod, most divat lett a pénz, de abban az időben el volt ájulva, mikor beszélgettem kollégákkal, hogy tudom, hogy a Tolstoj és Dosztojevszki és Balzac mit ért, és így néztek rám. Mert ez akkor nem volt divat. Na, én ezt mind itthonról hoztam. Tudod? És gondold el, hogy az lenne, és itt a másság. Hogy elkezdtek rólam, ahogy te is, mással beszélni, hogy biztos valami, biztos el van titkolva valami, biztos nem mondja ki. És ezt ezért minden mássággal egyetértek, hogy rémes lehet úgy közlekedni, hogy összesugnak a hátad mögött, hogy te ez kit szeret, ez kivel van. Tordai mit csinál? Ennél nagyobb bűn a világon nincs.
hogy akár fajra, színre, szerelemre, ezért, hogy megkülönböztetünk, hogy ez biztos más. És ezért mondtam neked, hogy ha valaki ezt a másságot érezte, hogy miért lettem én más? Én nem vártam el, hogy büszkék legyenek rám, amilyen kritikákat én kint kaptam. Nem, az egy kint élet, hogy de az, hogy engem pofon üssenek ezért, mert kint forgatok, ez de mindegy, erről nem is akartam beszélni, mert egyébként én annyira a szépeket őrzöm, tudod? A szépeket őrzök, hogy ott is, hogy nekem ezt meg kellett magamtól próbálni. Tovább mehettem volna Hollywoodba. Senkit nem irigylek, ez egy más világ. És nekem az sok volt az a világ. De kezdettől először nem volt ilyen, hogy fú, nem, hát én itt nem, lehetek, nem, és nem. Ez... Ki sem mozdultam a szállodaszobámból. Nizzába laktam a Der Kapitän, a Heinz Rühmann filmbe, és nem tudtam kinyitni a csapot, mert nem ismertem a technikáját. Bizony. Ezt a saját lányát, az unokám, azok végképp azt hiszik, hogy elmenni, ha ilyeneket mesélek. Egyáltalán az egész úgynevezett gazdasági, kapitalista világ, az nekem pest sok volt. Hát tudod, mi az a Negreszkóban lakni, ahol látod magad előtt, vagy láttad. És oda kerülsz, és nem vagy rá fölkészítve. Most azért más, mert rengeteg család tud utazni. Tehát a gyerekek bejárják a világot. Tehát nekik az, hogy a Waldorf, meg a nem tudom micsoda. De én Egerből? De Teri, te Egerből, de hát meg kellett tanulnod nyilván elegáns ruhákat hordani. Meg kellett tanulnod menő nőnek lenni. Hát nem, hiszen... úgy választottak ki. Ez a nagyon érdekes, mert most 2 hete kaptam egy levelet az Antel Múzeumból Bécsbe, van egy múzeum, mert jóformán az egyetlen nagy rendezőjük az osztrákoknak, és az egyik szoba az az én szobám, és elküldtek 3 ekkora képet a filmekből, hogy legyek olyan kedves dedikálni. Tehát körülbelül ilyen súlya volt a nevemnek, de amit mondasz, mikor még élt a Herr Antel, és idejött Magyarországra, és akarta ezt a Suzanne filmet forgatni, akkor ő ilyen kis szerepre keresett embereket. És kiválasztott 3 nőt, és csak később derült ki, hogy a vörös, a fekete és a szőke, az mind én voltam. És mondták neki, ez egy színésznő, a Tordai Teri. Na most elmondom, hogy mi volt. És egy kis szerepre benne volt a Szendrő Józsi bács. Rengeteg magyar, mert itt forgattuk, forintért. És ki kellett menni ruhapróbára Bécsbe, jött velem az egész Hungárofilm elvtársa, és ott jött egy olasz sztár, aki főszerepre próbált, egy férfi. És odaadták nekem a elvtársak a szöveget, hogy ezt mondd már, Terike, mondja már ezt, mert nem volt ott a női főszereplő, és beöltözött, és nem volt tétje a dolognak. És én magyarul mondtam, ő válaszolt, minden izén láttam Bécset, először is hazajöttem. És lementem az Nemzeti Színház üdülőjébe nyaralni, ami ott volt Siófokon, ott volt az egész Galeri, Iglódi, Kálmán Gyuri, mindenki. Ott értem, és megjelent egy nagy Impala amerikai kocsi, kiszálltak az elvtársak, a Hungarofilm és a Herr Antel. És az elvtársak közölték, mert köszönni se tudtam, hogy én játszom a főszerepet. Mondom, minek? Nem olvastam a könyvet. Ez egy nagyon érdekes történelmi film, minden. Szerződtek magyarul szerződ, és itt forgattunk végig. Itt Magyarországon. A partnerem, a Michel Morgan fiának az első filmje volt, ő volt a szerelmi partnerem, ezért nem tudom, hogy folytatta a pályát. És ez így kezdődött az egész. És mentem vissza a Nemzeti Színházba dolgozni. És egyszer csak októberben hívott a Hungarofilm, hogy megnyerte a leglátogatottabb filmek listáját amblok egész Európában. Ez a Virtin Underlán, és a bécsi Szaherban lesz a kapunk, mit tudom én, valami kis szobrot kaptunk. Megvártak előadás után, kivittek a magyar izékocsival, odaadták a szobrot, jöttem haza, ennyi volt. Igen, ám csak akkor elhatározták, hogy ennek csinálják a folytatását, annyira berobbant a Virtin, mint Teri Tordai. Ez azért. És akkor kaptam a szerződést
a őtőlük, amit mondtam, anyuka, én ezt nem, hát itt vagyok a Nemzeti Színházban, isteni szerepeket játszottam. A Major is szeretett, a Marton Bandi is szeretett. Csak anyuka azt mondta, hogy kislányom, egy tűrőközőt nem fogok tudni neked adni, legalább lesz egy lakásod. És az volt a gyönyörű, hogy mikor már forgattam, az utolsó bécsi statiszta csaj többet kapott, mint én, mert a Hungár, a koncertiroda kötötte a szerződést. De amit mesélek, minden zenész elmondhatja. Isten nyugosztalja a Mekit, a meg szörényét. Az artisták, meg mindenki. Mindenki hát elmondta. Hát napi díjat kaptak, és levonták. És röhögtek a úgynevezett kapitalisták, hogy kaptak egy főszerepet fillérekért, akit imád Európa. És így jött az, hogy egymás után jöttek a filmek, aláírtam a szerződést, és fizetés nélküli szabadságot kaptam a Nemzeti Színházban. 3 évre. 3 év múlva jelentkeztem, és nem vettek vissza. És úgy tudom, hogy benne volt a szerződésedben, hogy vissza kell venniük, nem? Uh-huh. És nem tett. Mit mondtak egyébként, hogy milyen? Azt nem tudom, nem is érdekes. Az a lényeg, hogy nem vettek vissza. Na most ezt miért nem akarod mondani? Mit mondtad? Mert... ott ültek végig az igazgatósága, azok az emberek, akikkel dolgoztam, mindenki zavarba volt, ugrom az időbe, én visszajöttem, elmentem Pécsre, mert Pesten nem vettek vissza, ahol nagyszerű szerepeket játszottam, és arra voltam kíváncsi, hogy hogy beszélek még magyarul. Tudod, és ott volt akkor a Linka Gyuri, Tim Máréba, Pásztor Erzsi, Holpik, Kézdi Gyuri, csodálatos társaság, és akkor klasszikusok játszottam, de hát visszaszerettem volna. És utána jött a Vidám Színpad, ott szültem a Lilit. És akkor kértem egy kihallgatást Acél elvtárstól, aki nagyon helyes volt, mert másnap fogadott. Acél elvtárs, aki netán nem tudná, fiatalok, hogy ő volt a fő kultúrakori feus. De bocsánat, ő egyébként fogadott akkor is, amikor te egész kezdő voltál, nem? Nem az volt, hogy akkor mondta neked, hogy arra kell vigyáznál, hogy ne utánozd a nyugati sztárokat? Igen, hogy nehogy Brigitte Bardot legyek. Mindenki kapott egy ilyen útravalót, hogy hívják be. De ezt miért kellett egy kezdő főiskolásokkal csinálni? Ezt nem is egészen értem. Ez egy ilyen világ volt. De tudod, mit mondok, hogy és minden... És mi is rád nézett, és minden, ennek alapján Minden, amit, és furcsa mód, amit mondtál, hogy elegánsan ruhát hordani, viselkedni, veled beszélgetni, azt én itt tanultam meg, mert olyan jó lenne, ha a mostani fiatalok elhinnék, hogyha odafigyelnek egy-egy jelentősebb kollégára, idősre, mindegyiktől el lehet valamit lopni, vagy valamit tanulni lehet. Amilyen én vagyok, ebben benne van a Lázár Máriától, aki a Jó estét nyár, Jó estét szerelemben a háziasszony volt, egy ezüst bottal. És a teljes méltóságával a házinéni, ő adta ki nekem a lakást, egy ezüst, és én ott néztem fiatalon, és azt mondtam, hogy ilyen idős koromban ilyen szerepet szeretnék lejátszani. Ezüstnyelű bottal, gyönyörűen beszélve, ájultan néztem, és ugyanígy néztem Súlyok Máriát, és Kismanyit, és a nagyokat, és a Rutka Évát. Minden, amit látsz, vagy amit én utána csináltam, az mind ebből az iskolából fakad, és Pártos Gézából. Aki hát osztályfőnök. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hihetetlen, ha az ember odafigyel a saját környezetéből, legyen az család, jót, rosszat, a haza, ahol születtél, jól, rosszat. Ha abból táplálkozol, én most az én szakmámról beszélek, óriási gazdagságot érsz el, ha odafigyelsz arra a környezetre, amiben élsz. És ahogy én helyére tettem ezt a másságot, a 70 éves koromban egy fiatal újságírónő, és a szexuális... Tudnék, egy kicsit vezess vissza. Olyan nincs most, amikor internet van, hogy valamit eltitkolsz. Tehát ha ott nagy viszonyok bácsikkal, meg pénzes, meg olyan filmjelenetek,
Az mind-mind tabula ráza vagyok. De le lehet hírni. És mégis mindenki ezt kérdezi. Rajtad marad. Képzeld el, akitől mindig megkérdezik, hogy te miért vagy ilyen fekete? Miért hordod így a hajnod? Hadd kérdezzem én meg az ellenkezőjét. Hogy te, aki tényleg hát bombázó voltál, és a mai napig nagyon jól nézek ki, hogy miért nevelted egyedül a lányodat? Tehát, hogy az ember azt gondolná, jó, amíg ilyen bombázó volt, tehát nyilván fértek tőled a férfiak, hogy megeszed őket, vagy nem lehet megközelíteni, vagy nem tudom mi. De hogy utána miért úgy alakult, hogy te egyedül nevelted a Lilit? Ezt el kell fogadni, ez az életrendje, mert hogyha én férfi oldalról nézem, jaj, volt egy olyan édes, egy fiatal Scarlett Johansson, amerikai színésznő, Oscar-díjas, csoda édes, minden, és tőle is kérdezték, hogy miért van egyedül. Azt mondja, hát most már 2 éve egyedül vagyok, azt mondja, mert akivel összejövök, bebizonyítja, hogy nem is vagyok olyan szép, nem is vagyok olyan tehetséges, és rossz nő vagyok. Mindenki most, mikor már a negyedik partner ezt nekem bebizonyította, akkor azt mondtam, hogy Istenem, most akkor egyedül vagyok, mert én ezt még egyszer nem fogadom el. És ezen olyan jót szórakoztam. Az egy szép dolog, hogy a férfiak akarnak egy kicsit nevelni. Először brosnak jó vagy, hogy bemegyek vele, és ő a tordai teri, de utána, amilyen én vagyok, én egy szabad ember vagyok, tudod? Én nagyon tudok alkalmazkodni. De ha az én irányomba beleszólnak, hogy dolgozz tovább, mert sok pénzt kereshetnél, nem. Én hazajövök. Öltözködj így, mert ez így való. Nem. Úgy öltözködöm, ahogy én akarom, mert én vagyok. Sose voltam egyedül, most meg bárkit kérdezel, egy színésznő, sosincs egyedül. Vannak a partnereid, van a közönség, teljesen benne van. Hogy is mondjam, bennem van egy otthonról hozott, most már nem szeretik ezt a szót, de én használom direkt, vidéki természetesség. Tehát vidéken nem lehet elbújni, vidéken mindenki köszön a másiknak, vidéken pontosanak az emberek, vidéken, hogyha nagyképű vagy, akkor azt mondja a Hentes bácsi, hogy jaj, de nagyképű most a művésznő vagy a Terike. Visszakapod a jelzéseket. És a legszebb, hogy én mindig közösségben éltem. Én soha nem vonultam el, mint egy sztár, és akkor kiléptem, és akkor én, de ez egy olyan szakma, hogy nem te diktálod, hogy a rendezők mit látnak benned. Ez egy fontos dolog. Tehát, ha engem a sajtó te, ugye, mert veled ülök együtt, meg a rendezők úgy láttak, hogy legyen ez, legyen az, de én mikor hazajöttem, a Bújtor Pista volt az egyetlen, aki a filmgyári társulatban voltam, aki megbízott a Vágy villamosával. És megcsináltuk a Vágy villamosát, és bemutattuk, mert fesztivál volt Pesten, még a Víg Színházban, a Vidéki Színházak fesztiválja, és fölhívott a Kálai Feri, hogy Teri, megkaptad az alakítás díjat, és a nézőtéren ott ült a Tolnai Klári. Képzeld el? Igen, hát Tehát egyszer csak megkaptam, egyik oldalon kicsit fenékbe rúgtak, hogy finoman mondjam, de a szakma, aki csak a képességedet nézte, az egyszerűen kinyújtotta a kezét, a Bújtor, a Szabó Pista meghívott a Mephisto filmbe, amit nagyon szerettem és boldogodtam. A Mészáros Márta odaadott nekem egy ilyen kommunista titkárnő karakter szerepet, külföld után. Tehát olyan mértékben megfogták a kezemet, hogy be tudtam azt bizonyítani, hogy ne, jó, ilyen vagyok, tehetek róla, nem tehetek róla, de rengeteg minden van bennem, azért vagyok színésznő. Hát nekem ugye, ami nagy meglepetés volt, a Hölgyfecsegés nyomozza József a színházban, hogy ilyen veszett humorod van, amit egyébként addig tényleg nem nagy. Vidám színpadon, mikor ott voltam, az volt benne a jó, hogy megrendezte, azt hiszem, a Léner Péter Polly Amerikába a Koldus Opera folytatását, és a partnerem a Bodrogi Gyula volt, vittem neki utoljára egy fényképet, hogy nézzél már meg minket együtt. És az volt a csodálatos, hogy ott voltak az igazi nagy
csoda, humor csodái a császárok. És akkor nem tudom, ezt a szerepbe, ezért kijövök, de, és azt mondta nekem, édes Kazal, hogy Terikém, nem így kell kijönni. Poéngyilkos vagy! Annak megvan a trükkje, hogy a taps felszóljon, és olyan édes volt, és szerettek, de tényleg azt a fajta másféle iskolában, de nagyon jó volt köztük lenni. Együtt öltöztem Lóránt Lenkével és Csala Zsuzsával, és együtt játszottunk. Tehát olyan sokfélét, mikor én ezt a döntést hoztam, hogy ez a királynőség, én nem vagyok sztárnak való. Ha én lelkiekben sztárnak való lettem volna, például 3 évvel ezelőtt itt volt egy holland film, és egész Európába kerestek egy ilyen francia tanárnőzét, és én kaptam meg. A mostani ízével, tehát ott már nincs az a Terike meg minden, mindent megnéztek tőlem, és a nagy kerébe én csináltam velük, nem is volt benne más magyar. De a Mephisto után kaptam egy amerikai filmet, az Enchanted Queen, a The Round Table-be, és már itthon éltem. Tehát, hogy is mondjam neked, úgy látszik, van egy Istentől kapott, anyukától kapott, családtól kapott, és főleg a tanáraimtól, meg a régi kollégáktól kapott valami olyan, hogy jó pályát választottam, mert azért ebbe a pályába jó érzés, ha sikeres vagy. Érted? És úgy 80 évesnek lenni, hogy valamit jó csináltam, sok biztos csomó hiba is volt, de az, hogy itthon vagyok, és hogy szültem egy lányt, aki, vagy mindegy, egy gyereket, aki az egész hangsúlyát, és nem azért, mert ő a Horváth Lili, mert az már az ő élete. Csak van egy folytatás, akinek van egy stílusom, ez igaz, amit tovább tudok adni, hogy jókat lássál a másikban. Ezt meg tudnál fogalmazni, hogy mi a stílusod? Igen. Na mi? Az, hogy keresem a szépet és a jót. Most is, amikor annyi probléma van. Annyi probléma van, és annyi vita van az egész világban, és direkt látod, nem Magyarországról beszélek, hanem az egész világ megváltozott, hiszen 80 év alatt gondold el, hogy hányféle szituáció, történelmit, politikait éltem meg. És így visszatekintve mindig megpróbáltam a jót keresni. Tehát az is, hogy nem azt mondom, hogy mert engem a szocialisták elnyomtak, ez nem igaz. Hát nem igaz, hát itt tanultam, a stílusomban ez is belejátszik. Hát ezért, én az egészből azt vettem ki a nagy szocializmusból, például hibázom, hogy nem tanultam jobban meg oroszul. Mert esküszöm neked, ami még érdekelne, ha megtanultam volna jól oroszul, akkor én most az orosz filmgyártásba jelentkeznék, hogy tessék már egy castingra kihívni engem, és nem Hollywoodba. Mert egyszerűen a színházi csoda nekem onnan jön, és a filmes csoda. Ez igaz. Ez egy olyan lenyűgöző. Látod, én a világot nem anyagi szempontból nézem, hogy swimming pool és milyen kocsi, hanem holland tudok még többet kapni, hol tölteni. Na nekem ez a szocializmus, és a hiba nem tanultam meg. De az, hogy műveltebb lettem, ugye én egy privát családból jöttem, én meg ezt a szakmát, én nem ismertem, hogy ez hogy néz ki, nem voltam fölkészítve. Téged Egerben kiszúrt már, nem is tudom ki. Csak a balettra, hogy menjek. Nem a Gáti József? Igen, mert mondtam egy nem tudom milyen ünnepségen egy Radnóti verset, és a sem emlék, sem varázslat, az bennem marad. És amikor felvettek a főiskolára, amikor a minisztériumból jöttek, akkor mindig engem kérdezte, menjen föl, és mondja el a sem emlék, sem varázslat, és József Attilát, meg minden. Szóval, hogy is mondjam neked, annyi minden... De bocsánat, a Gáti mit szúrhatott ki rajtad? Tehát mit mondott? Nem, mert valami nagy ünnepség volt, és akkor az iskolából engem ott a dobótéren engem, én tanultam meg azt a verset, amit ideadtak, és akkor a Gáti látott, még anyukát is megkérdezte, hogy nem akar színésznő lenni a kislány, és eszembe se jutott. Hát ha más közegből jössz. De tudod, mi az érdekes, ha fölpörgeted, rengeteg olyan színész van, aki különböző kisebb, nagyobb helyekről jön, és szüzen kapjuk a csodálkozást.
Nem vagy fölkészítve arra, hogy nem súgják meg, hogy ezzel kedves legyél, azzal olyan legyél, úgy vagy. És ha engem megfigyelsz, és elég régen ismerjük egymást, ugyanilyen voltam 50 éves koromban, hogy ami a szívemen, az a számon. Ilyen vagyok egész egyszerűen. Kérdezted, hogy miért? Mert a szépet és a jót azt gyűjtöm magam köré, tehát csak a szépre emlékezem, van egy ilyen sláger is, de én tényleg csak a szépre emlékezem, és olyan gellert kapott emiatt a külföldi munkám, hogy engem itt egy finoman szólva megaláztak, hogy sokáig nem mentem ki, senkivel nem tartottam a kapcsolatot. Bécsig nem utaztam el, mikor már nem volt határzár. Egy olyan mély pszichés bántás volt bennem, de magamat hoztam rendbe. Addig, hogy most azt mondom, hogy édes Istenem, egész kellemesen beszélek németül. A filmeket nézik, onnan tud, kit választanak, mert onnan választottak ki engem erre a holland filmre is. Kicsit akarattal ráhajtottam, hogy az angol is úgy, ahogy menjen, vagy valami. És az a biztonság, hogy kezemben van az a munka, ami végül az életemben nem munka, hanem hobbi és szerelem. Tudod? Na de amikor például az volt, hogy Veszprémből, nagyon méltatlanul, például Kézdi Györggyel együtt, tehát több meg színészt... Meg a Bősze Gyurival meg elküldtek. Több színészt kirúgott az új igazgatónő. És akkor én tudom, hogy te nekiálltál telefonálni. Abszolút. Fölhívtál igazgató, amit azért nem kevesen... Nem is igazgatókat, képzeld, de hogy a Kern Andrist fölhívtam, hogy mondom, te tudd már meg nekem, akkor még a Marton Laci volt, Isten nyugosztalja az igazgató, szeretnék jelentkezni, de közben tudtam, hogy az én korosztályomból ott sokan vannak. Jelentkeztem az Iglódinál, ugye, akivel sokat dolgoztam előtte. Tehát tudod, miért volt jó ez a, enyhén szólva, picit megalázás, amikor hazajöttem idébe, hogy kézbe vettem az életemet. Még fiatal voltam, és azt mondtam, hogy ilyen van. Ez olyan van, hogy valahol nem kell lesz, valami nem sikerült, hogy ha valamit nagyon akarsz, akkor kizavarnak, kimész az ajtón, akkor bemászol az ablakon, onnan is bezárják az ablakot, akkor fölmászok a kéményre, és onnan bekiabálok, hogy itt vagyok, hívjatok már be. És most is ilyen vagyok. Tényleg? Igen. Igen, és mikor kiabáltál utoljára a kéménybe? Most már nem kell, de sokszor izgat engem például, hogy ugye én voltam jóformán az első, aki a Jancsóval dolgoztam, ezt az alternatív színházat, ezt a másféle színházat. Hát ott a Várszínházban. Várszínházban. Hasfelmetsző Jack, Majorral együtt, mind a ketten férfi ruhában. Utána Gál Erzsinek, aki csodálatos, zseniális alternatív rendje, a kedvence voltam, és csináltuk a három nővért Galambos Erzsivel és a Bakó Mártával, és teljesen más. Én nagyon jól vettem ezt a kanyart is, amit most nagyon sokan csinálnak, és irigykedek. Ha nem lennék 80, akkor egész biztos bekiabálnák, hogy legyetek már rám kíváncsiak, de most már nem tudnám csinálni. Hát de végül is most te a Radnóti Teslába benne vagy, igen, a minden negyedikben, igaz, hogy csak a végén jössz be. Igen, mint a nagymama. De hát azért egy alternatív előadás. És nagyon szeretek velük együtt lenni, tudod? Egy rugalmasság, egy nagyon jók a lányok, ugye ezeket én már nem ismertem. Ez egy nagyon kemény téma tulajdonképpen. Nagyon. Minden negyedik, hogy mondják, az abortuszról, hogy igen, minden negyedik nőt tulajdonképpen utolér és foglalkozik vele az abortusszal. És hogy sokan azok is meggyászolják, igen, a elvetetett babájukat, akik ők maguk akarták elvenni. Így van, így van. Hát még azok, igen, akik mondjuk, igen, halva, igen, szülnek, vagy és képzeld el, hogy ahogy meg megy az előadás, kitaláltam, hogy ugye, mert én vagyok a végén a nagymama, meg kell, hogy nagymama és a te korodban. És képzeld, rájöttem, hogy pici humort belecsempészve, hogy hát igen, mi voltunk a rock and roll generáció, és ők se tudták, a fiatal színészek, hogy mi, színésznők, hogy mit jelent. Mondom, hogy csodálatos szerelmek voltak, megismertük a szexet,
csak nem tanultunk meg védekezni. És még a kollégák is nevettek, mert ugye most már nem probléma, hogy hogy védekezel meg mindent, de mi még tényleg nem tudtuk, érted? És a közönség is felnevett, amikor a Terry elmondja, hogy hát mi voltunk a rock and roll generáció. De, tudod, szóval ezeket be lehet csempészni, ezért jó, amikor a generációk együtt dolgoznak. Hát te dolgozol együtt a lányoddal, a Betlen Színházban. Ővele is dolgozom együtt. Ugye a nőkből is megárt. Megárt, pont, és pont. És ott véletlen anya. És anya és a lánya. De azt muszáj neked elmondjam, hogy ez is a fentiek segítsége, mert ez a lényeg, amivel én most mosolyogva tudok veled beszélni, hogy az a színház, ahol most vagyok, az új színház, amit nem mindenki fogad el. Én hát mert ugye ott volt egy olyan igazgatóváltás, ezzel én nem foglalkozom, a mássággal nem foglalkozunk, hogy ugye a színháznak az a programja, hogy csak magyar darab. És ezáltal összejöttem Esztergályos Szilivel, mint kollégák vagyunk, a Zserbó Tangóba, magyar darab. Két idős színésznőnek a sorsa és érdek, szereti a közönség. A Koncz Gabi ott van velünk, tehát telefon, minden. Nagyon szeretem a fiatalokat, de a lényeg, hogy Dörner György, az igazgató, elővette nekem a Kőszívű ember fiait. És én csodáltam azt a filmet, a könyvet, és olyan személyiség, mint a Súlyok Mária nincs, de én a modern agyammal, és gyerekszeretettel, és családdal, mikor elmondja az ember az, hogy az nem lehet, hogy mindhárom fiam a hazájától elidegenedjék. Segíts meg engem, Istenem, hogy azt tegyem, amit tennem kell. És visszahívja a három fiút. És ez így van megírva. És az egész olyan, hogy ebből nem csináltunk álművészetet, hanem azok a fiatalok és felnőttek, akik beülnek, tudják, kötelező olvasmány. Gyönyörűek a lányok, és jók, jól vívnak a fiúk, és jók. És az egész egy olyan előadás, hogy a végén felállva tapsolnak, mert kapnak valamit. És akkor az az érzésem, hogy jó helyen vagyok, mert ez egy színésznőnek egy ajándék. Nem volt dilemma, hogy maradj-e, hiszen hát nagyon sokan eljöttek. Nem, furcsa módon, hogy nem volt dilemma, mert akik eljöttek, nem ment mindenki fix helyre, hanem szabadúszott. És én bennem az volt, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez a színház, hogy tudunk együtt dolgozni, mit látnak bennem. Mert egy színész vagy színésznő ott érzi jól magát, ahol megkapja a labdákat. Mert labda nélkül nem tudsz játszani. És ha megkapod ezt a labdát, meg megkaptam még a szegény helyei, Isten nyugosztalja, a gyertyák csonkig égnek. Vagy megkaptam azt a labdát a Bolond Ásvainé. Szóval ezek olyan dolgok, hogy nem biztos, hogy máshol eljátszhattam volna. Igen, a színház nem csak rám, fiatalokra is. Lehet azt mondani rá, hogy hagyományos, mert nem régi módi, de hagyományos, igen. Színészekben gondolkozik, szeretjük egymást, és én itt boldog vagyok. És hát boldog vagy unokáktól is, az nagy unokázós hírében, nagy unokázós nagymama hírében. Állsz meg lehet, hát Facebookon is itt-ott vannak ilyen, amikor... Azzal kezdődik a napom. Hát. Hívjuk egymást a Lilivel. Lili, mit kell ma csináljak? Mi a kötelessége? Mikor menjek a Dórikája, mert a 6 éves az még... Hát a fiúk már kinőtték a nagymamát, de a 6 évessel összenőttünk az én gyereki lelkem. De viszonylag közel laktok, ugye? Igen, a gyereki lelkem. Úgyhogy így a Lili is egy kicsit szabadabb, elviszem iskolába, ha valahol forgat, most a Hadikot forgatta, akkor nálam van a Dóri. A fiúkkal is így voltam, de hát azok kinőtték a nagymamát. Tudod, mi a fontos? Na. Ezt üzenhetem a nagymamáknak is, nagypapáknak is, hogy hallgass meg a fiatalokat. Olyan érdekesek. Olyan érdekesek, és én például magamra leegyszerűsítve bizonyos helyzetekben többet tudnak, mint én. Nagyon felgyorsult a tempó,
De oda kell arra figyelni, mert ők például ezen a interneten meg a ezért sokkal tájékozottabbak, úgyhogy én csak futok utánuk. Úgyhogy érdeke. Tudod, miért van jó kedvem? Mert azt érzem, hogy sok minden tartogat még nekem az élet. Tudod? Sok minden. Amikor nézel rám, tudod, és kérdezed, hogy illetve mondod, hogy milyen jó állapotban, meg kondiban, meg milyen jókedvű vagyok. Ugye beszéltünk arról, hogy rosszul esett a bántás, hogy kicsit nehezen tudtam hazatérni. És én Egerben, még a Zárdába jártam első elemibe. És az édesanyám, aki nagyon érdekes, boldogan fogadta azt a szocialista morált, hogy abba kell hagyni a vallást, és ő abba is hagyta, mert tanárnő volt. De a nagymamám, ő tartotta a kapcsolatot a Jóistennel és a vallással. És én ott voltam első áldozó, ott bérmálkoztam, de utána lett egy nagy szünet, és csak most tudom neked elmondani, hogy sok mindenhez több erőt kaphattam volna, ha én nem hagyom ott egy kicsit ennek a hitnek az erejét, a vallást magát. Ami nem is vallásosság, az egy hit. És képzeld el, hogy a Lilinek az egyik osztálytársa első elemiben volt egy olyan hívő család, ahol a nagymama vidéken lakott, ahol még ebédnél, vacsoránál imádkoztak, és a Lili a legokosabb kislány volt, jó barátságba került oda, és a szülők is. És mikor elváltam Lili édesapjától, Lili volt 11 éves, egyszer azt mondta nekem, hogy mama, lekéstem a diákmisét, gyere el velem, ma nem játszol templomba. Mondom, elfelejtettem már imádkozni, azt hiszem, Lili. Azt mondja, nem baj, gyere velem, és te csak üljél ott. És ugye, amikor a mise végén itt ült mellettem egy idős néni, annyi idős lehetett, mint most én, kis alacsony, aranyos, és egyszer csak ő megfogja a kezemet, és a másik oldalon a Lili, és azt mondjuk egymásnak, hogy legyen békesség köztünk mindenkor. Ez a nagyon egyszerű és reális mondat valami olyan békét csinált bennem a válás utáni nehéz állapotban, amiben minden belejátszódott, akkor, hogy nem úgy jöttem vissza, tele problémával, és azt mondja nekem a Lili, hogy én hazamentünk minden, és egy hónap után mondja, hogy de mama, hát áldozás nélkül nem az igazi. Hát mondom, hát az már végképp nem. És itt jön a lényeg, hogy beültem nem a gyontatószékbe, hanem így beszélgetni egy teodózatyával, emlékszem még a nevére is, aki nekem adott egy Móriá, elmondtam neki, hogy mi volt, hogy Egerbe, hogy, és adott nekem egy Móriá könyvet. És a Móriá volt az a nagy burzsóá, arisztokrata, polgári, francia család, aki teljesen vallásos nevelést kapott a Móriák fiatalon, amit ő ott hagyott, megfürdött sok mindenbe, minden, amíg egyszer csak az életének egy pontján visszatért a hithez, onnan kapta meg az élet, és ezt én megkaptam, hogy egy kis vékony könyv. Ez volt a penitencia. És én azt elolvastam, mai napig megvan, hogy ezt nem lehet megmagyarázni, ez egy ajándék, hogyha egyszer csak valami jelet kapsz, vagy megérzel, és meg tudod teremteni a kapcsolatot a Jóistennel, ezt soha nem tudod megmagyarázni, csak egy olyan ajándékot kapsz az életedhez, amit remélem a szememnek a mosolyából látod, amit nem tudok megmagyarázni, ami egész egyszerűen a legnagyobb ajándéka a Jóistennek, amit kaptam. Miközben eljátszottál egy kis filmet, igen. Az a címe, hogy Fakulás, ugye? Igen, igen. Az talált, aki rendezte a Mészáros Marci, igen. Marci, aki ezt az aranymedált. Aki most csinálta az aranymedált, csodálatos gondolat tőle. És a Fakulás abban meg az van, hogy van egy idős asszony,
aki magára maradt, teljesen egyedül van, próbál még valahogy, hogy leindul, próbálja még valahogy összekapni magát, még rúzsozgatja magát, még belenéz a tükörbe, de már... Igen, elment az idő. Ez azért jó az a film, mert kisfilm, mert én figyelem az embereket. Mindig is ez volt a mániám kiskoromtól. És nagyon sok ember magányos. Erről az újságok is írnak, hogy a világon milyen sok magányos ember van. És egy kicsit tanulságos az, hogy vigyázz arra, hogy vedd föl a telefont, te hívjál föl valakit. Anyukára haragudtam, amikor mi mentünk vásárolni, és ha meglátott egy kicsit, jaj, de aranyos, hány éves ez a gyerek? Mit ad Isten? Ugyanilyen vagyok. Tényleg? Igen. A közében ott áll egy kislány, és valahogy a gyerekek engem szeretnek, megérzik a gyerek lelkemet, és integetek nekik, és én is azt mondom, hány éves, milyen aranyos. A húgom ilyen egyébként. Tehát ha mész vele az utcán, nem lehet végigmenni, a tolják a babakocsikat, akkor mindegyikbe belenéz, és megszólítja. Hogy én ilyen vagyok, tudod? És akkor ettől, hogy aki nem ismer engem, csak a filmekből, vagy a iziből, egyszer csak szóba áll velem, úgyhogy nekem ilyen rengeteg barátom és barátnőm van. Mikor csípőprotézist kaptam, nagyon böcsületesen bankóval jártam. És akkor egy nagyon helyes férfi ember megszólított, hogy művésznő, ha ilyen bátran hordja a mankót, én is ezt fogom csinálni. Mondom, miért? Én most olyan vagyok, mint egy 20 éves tornászbajnoknő, akit ért egy baleset, a szaltót rosszul csinálta, és most én mankót hordok. És hogy milyen jó ötlet. Hát én így szépítem meg a világot. Sok ilyen apró ötlettel, mert a fantáziám az szuper. Csípőprotézisnél betartottam, hogy tornázni, menni, minden. Most, amíg a Covid volt, és nem tudtam menni úszni, minden nap délelőtt is és délután is majdnem egy órát sétáltam a kis keverék kutyámmal, a Janóval. Aha. Tehát arra nagyon vigyázok. Tulajdonképpen azt is mondhatnád, hogy milyen jó karma vagyok. Hát mondtam. Hogy milyen jó karma vagyok, és ez ezért igaz. Te vagy igaz, az, mert... akire tipikusan direkt, azt mondják, igen, hogy az örök ifjú. De igen, direkt mozgatom magam, tudod? És nem azzal foglalkozom, hogy mit kellene magamon korrigálni, mert az nem érdekel, mert az idő az eltelik. Nem, az a fontos, hogyha majd legközelebb találkozunk, akkor ugyanígy tudjak rád mosolyogni. Tudod? És ugyanazt tudjam neked mondani, hogy annyi minden történt velem, itt bántottak, de kimásztam belőle. Képzeld, ezekkel dolgozom, ezekkel a fiatalokkal, és képzeld el, hogy még meg tudom tanulni a 10 oldalt. Ilyeneket, tudod? Könnyen tanulsz egyébként? Már nem olyan könnyen, de aránylag könnyen tanulok. De tudod, mit csinálok? Leírok, nagyon szépen írok, ilyen kézi írással. Majdnem minden szerepemnek megvan első felvonás összehajtva, ilyen nagy betűkkel, hogy mikor még olvasó próba van, vagy rendelkező próba, akkor ne kelljen szemüveget fölön olvasom. És olyan jó, mert fölnyitom az őszívember fiai, első felvonás, első jelenet, minden megjelölve, és ahogy írom, azzal egyre jobban belemegy az agyamba. Ezt én találtam ki magamnak. Aha. Lehet, hogy más is csinálta. Szerinted mit tartogat neked még az élet? Sok meglepetést. Például április táján el fogok menni egy oskolába, mert nem tudom megúszni, csak egy ilyen tabletem van, ahol este, hogy benyomom, hogy Google, Facebook, minden, de nem tudom kezelni. Tehát például, hogyha valami eszembe jut, például te veled hallgatok egy interjút, csak akkor reflektálok, ha tetszik. Kritikát soha. De akkor bennem lenne... De ezt tableten nézed? Tehát igen, de nem tudom kezelni. Nem tudom messengert küldeni. Igen, bekapcsolni. Igen. Ilyen egyszerűen. Nem lehet. Nem lehet megúszni ezt. Azt hittem, hogy megúszom. Hogy de hogy én úgyis olvasok, nem fogok. Világban elég az nekem, amit nem igaz. Nem igaz, mert le vagyok maradva. Mert... az unokáimnak hiába írok levelet, azok már nem olvassák el, csak hogyha üzenek nekik.
Nem lehet megúszni, hogy magadról tudass, de én nem magamról fogok tudatni, kivéve akkor, ha mondjuk olvasok egy nagyon jó könyvet, mert rengeteget olvasok. És akkor csak három mondat beírom, hogy te Gábor, olvasd már vele ezt a könyvet, mert ez azért érdekes, mert két mondat. Soha nem fogok hozzászólni politikához, soha nem fogok senkit kritizálni, de ha a Halász Jutkáról azt olvasom az Élet és Irodalomban, hogy fantasztikus a Bella figurákban, akkor fölhívom, hogy Judit, vagy megküldöm neki levélbe. Érted? Ezért nem lehet megúszni a kommunikációt. Azt hittem, hogy meg tudom úszni, és nem tudom megúszni. És állítom neked, ha én azt indítom el üzenetekbe, ami jó, akkor fognak követni. Hogy nem a rosszat fogják egymásnak átüzenni, hogy ez ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy, meg minden, hanem csináljuk azt a stílust, amit a Tordai. Üzenjük azt, hogy láttalak ebbe, meg a gyereked milyen okos az iskolába, meg milyen helyes a férjed, hogy a jót üzenjünk a másiknak. Olyan furi, én már most jön hozzám felvételre mindjárt egy remek éttermi szakember, a Liszi Csár Miklós, és az jegyezte, azt nem tudom már ki mondta neki, és ezt följegyezte a noteszébe, mert van egy ilyen notesze, hogy a jó az terjed. Tényleg? Igen. Okos. És megfogalmazta azt, amit én látod, és azt hiszem, hogy ebbe a vonulatba, mert olyanról tudnék beszélni, hogy itt vagyunk a Fészekklubban. Most elválunk. Szerbusz Gábor, viszontlátásra, kedves operatőr kollégák. De hazamennék, és írnék három vagy négy sort arról, hogy milyen hatással volt rám a Fészek, ahol beszélgettem Bóta Gáborral. Ki jutott eszembe a lépcsőn, amikor feljöttem? Mi jutott eszembe a legfelsőbb bárszintről, hogy táncoltunk ott, hogy beszélgettünk, Törőcsik Marival a Nemzeti Színház előadása után idejöttünk át a Tordi Gézával, meg Andor Tamással. Ha egyedül voltam, szilveszterkor be tudtam jönni, és csupa ismerős volt len, ott ült a Rutkai, a Latinovics, ott ült a Verebes Pista, kikkel találkoztam itt, és az csodálatos volt. Hazajöttem, mint egy nagy rokonsághoz. Hogy erről írnék három sort, mert ez olyan élmény, amit másnak is tudni kell, hogy mennyire fantasztikus. De Facebookon akkor te nem vagy fönt? Én nem tudom, hogy fönn vagyok-e, mert én nem tudom, ha fönn vagyok, azt a Lili csinálja. Tudod, a Lilit kérem meg, hogy Lili, olvasd el, vagy tegyét fel ezt a film. De az a szép, ha én fogom kezelni, érted? Világos, világos. És akkor legfeljebb nem olyan lesz, hogy Teri oldal, vagy ez a Instagram, vagy valami bonyolult, hanem most hazamegyek, megnyomom valamit, üzenet valahova, levegőbe üzenek, majd ezt akarom megtanulni. Na és mi jöhet még? Mert ez végül is, ha akarom, akkor jó, technikai dolog. Jó, hát a technikát követni kell. Az jöhet, hogyha a Jóisten ad nekem időt, kíváncsi vagyok, hogy a három unokám milyen úton fog menni. Tudod? Például a Lilinél is az meglepetés, hogy három gyereket szült. Kiderült, hogy nyilván mennyire hiányzott neki még testvér, bár nagyon jóban van az édesapjának a családjával. Igen, mert színésznők azért meg szokták gondolni. Tudod, hogy... igen. És engem, mint anyát meglepett, hogy három gyereket szült, ennek valami oka van egy nőnél, egy tehetséges színésznőnél, és amire büszke vagyok, hogy talán... adtam neki egy olyan családszeretetet, családösszetartást, odafigyelést, amit ő tovább visz a három gyerekével, mert mind a három gyereken érződik. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak megcsináld és megszüld, hanem mindig érezze a kezedet. Még akkor is, ha külföldön tanul, még akkor is, ha messze megy. A tudat, hogy azt a kezet megfoghatom, az nagyon fontos. Elég nekem az, hogy messziről eszükbe fog jutni a nagymama, de először az anyjuk,
Na, ez olyan, ami kíváncsivá tesz, és kíváncsivá tesz, hogy én, jó, hogy én azt mondom, hogy pozitíve gondolkodom, de kíváncsi vagyok, hogy beválik-e az, hogy egy kicsit jobb hangulatú, szebb lesz a világ. Mert ez egy kérdés, ez egy kérdőjel. Hát ez nagyon nagy kérdőjel. Érted? És ennél nagyobb dicsekvés, hogy annyi időt fog adni Tordai Terének a jó Isten, hogy ez elbekövetkezik. Hogy addigra jó lesz a világ. Hát figyelj. És abban hiszek, hogy hát azt, tudod, a várakozás az gyönyörű. Tudod, pont ugye karácsony után vagyunk. Például ez az aranymedál, ez megelőlegezte a karácsonyi örömet, belejátszódik abba, hogy olyan, mint egy 80 éves születésnapi ajándék. Tehát várakozni jó, mert csak pozitívet jóra vár az ember, és azt továbbadja. Még akkor is, ha kinevetik. Hát akkor sok-sok-sok-sok várakozást kívánok neked. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy itt pontos voltál, nem kellett rád várakozni. És köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. A 80 éves Tordai Teri, az örök ifjú, mint látták, volt a Bóta Café vendége. Viszont látásra, és hát természetesen boldog új évet.